Az élelmiszerek forgalma várhatóan decemberben is nő majd a tavalyihoz képest, de az elmúlt években tapasztalt évvégi kiugrás visszafogottabb lesz Karcagon is. Az ünnepi költekezés mértékét mutatja, hogy a novemberihez képest mennyivel ugrik meg a forgalom decemberben. Tavaly 100 milliárd forint nagyságrendű volt az élelmiszerek forgalmának növekedése az év utolsó hónapjában. Az előző hónaphoz viszonyítva az idén a koronavírus járvány miatt ennek mértéke várhatóan kisebb lesz. Az élelmiszerek és a napi fogyasztási cikkek forgalma az idén is nőtt az előző évekhez képest, és decemberben is várható növekedés, de kisebb, mint a korábbi években. Ugyanakkor, hogy az átlagon belüli földrajzi területekről és üzlettípusoktól függően jelentős eltérések lehetnek. A járványügyi intézkedések miatt várhatóan még többen fognak otthon főzni, sütni, ami valószínűleg tovább növeli számos termék forgalmát, erre több karcagi bolt is készült. Már a koronavírus járvány első hulláma megváltoztatta a vásárlási szokásokat. A vevők ritkábban mentek az üzletekbe, viszont többet költöttek. Ez a tendencia a második hullámban is tapasztalható, az ünnepektől függetlenül igyekeznek a vásárlók ritkábban, de nagyobb értékben vásárolni. A karcagi üzletek a felhalmozó vásárlásokat továbbra is szükségtelennek tartják, mivel minden termékből folyamatos az ellátás. A helyi vezetők úgy tapasztalják, többen vásárolnak helyben, mint az előző években. A vásárlók inkább a karcagi kis üzleteket választják a multicégekkel szemben.